Hatnapos hittantábort szervezett a Magyar Kanizsa községbeli és környékbeli gyerekek számára a Jó Pásztor Keresztény Ifjúsági Szervezet. A 10. alkalommal megtartott Veled vagyok, számíthatsz rám nevet viselő táborban. Az idei évben 50 általános és középiskolás gyerek vett részt. A tábornak az idei évben is a Horgosi Domus Pacis adott otthont. Tehát minden foglalkozás a hitoktatástól kezdve a játékig, a kézművesség, minden erre a témára épül fel. Tehát ez a tábornak a gerince, és erre a témára dolgoznak ugye a segítők, akik jönnek és foglalkoznak a gyerekekkel. Most egy összevont tábor van első osztálytól, általános iskola első osztályától a középiskola első-második osztályáig, mert úgy gondoltuk, hogy akkor most legyen ez egy ilyen közös táborozás, mert ugye tehát egy cél is az, hogy a közösség építés és a kapcsolatteremtés egymás között a gyerekek között, és akkor most itt legalább meg is láttuk, hogy nagyon szépen a régiek dolgoznak a kicsikkel, tehát ma éppen Szabadkán voltunk templomokat nézni, és nagyon szép volt látni, hogy a nagyok kézen fogva vezetik a kicsiket, az újakat főleg, és hát úgy néz ki, hogy van neki gyümölcse, mert a nagyok már tudják azt, hogy mit kell tenni, és mi az, hogy közösség, mi az, hogy csapatépítés, stb. Úgyhogy érik a gyümölcs. Elsődleges dolog ugye az, hogy a keresztény értékeknek az átadása, a hagyományok megőrzése, a magyarság, a megtartása valamilyen szinten, hogy itt tartsuk azokat az embereknek, akik jól érzik magukat. És hát a tapasztalat az, hogy jól érzik a gyerekek magukat ebben a táborban, hiszem ez majd látszani is fog. Az itt maradás, a közösség, tehát a lényeg mindig a közösség. És ugye ezt a hit keretein belül, tehát ugye keresztény értékekkel fölkarolva a közösségépítés. Az idei tábor témája az út az, ami boldoggá tesz, hogy együtt megyünk, nevet viselte, és a hitoktatás, a kirándulások, a foglalkozások és játékok mind erre a témára épültek fel. Az inkább idősebb gyerekek zöme már visszatérő vendégnek számít, Apró Dávid már 9. éve vesz részt a táborban. Hát én már igazából nagyon régóta vagyok ebben a táborban, már 9 éve járok ide, és idén is úgy gondoltam, hogy eljövök, illetve a következő években is szeretnék jönni. Vannak kézműves foglalkozások, illetve szoktunk menni úszni is minden évben, meg volt lovaglás is, illetve van olyan is, hogy csak szabadidő van simán itt. Igazából azért tartom fontosnak, mert lehet sok barátot szerezni, illetve egy jó kis közösség alakul ki, és tanulhatunk sok mindent. Minden évben ismerek új embereket, illetve tetszik a közösség, tetszenek a nevelők, és jó érzem magam itt. Hát igazából ugye vannak hittanórák is, és ugye ott tanulhatunk Jézusról, illetve az ő történetét hallhatjuk, illetve meséket, illetve tapasztalatokat is szerezhetünk. A szervezők elmondták, a hatnapos tábor célja a keresztény értékek átadása a gyerekeknek, ezáltal a hagyományok őrzése, a magyarság és a hit keretein belül a közösség megtartására való törekvés. A tábor létrejöttét Magyarország kormánya és Magyar Kanizsa önkormányzata támogatta.